Sziasztok, lányok! Szia! Először hozzászportolnék, Eszti. Te a való életben is egy sportlégy vagy, mint a sorozatban? Hát igen, tehát úgy kell elképzelni, hogy szinte egész életemben sportoltam. Nem mindig ugyanaz, tehát én tánccal kezdtem leginkább. Ja, nem karatéztem, először karatéztem. Kiskoromban utána táncoltam, és utána jött a foci. Akkor most nem nehéz beleélni egy profi focista életébe magad? Hát olyan szempontból nehéz, hogy egyáltalán nem gondolom magamat profinak, tehát messze nem gondolom magamat, de örülök neki, hogy azért kicsit azért, hogy az életben is. Tehát nem nehéz olyan szempontból eljátszani a karaktert. És te, Paola, neked milyen egyszerű vagy nehéz beleélni magad a filmbéli szerepedbe? Hát nehéz, mivel nem vagyok annyira szivarfüggő, és nem is dohányzom, de remélem, hogy nem kell igaziból szivaroznom. Kipróbáltam. És ami a spanyol vérvonalat, illetve a spanyol nyelvet illeti, mennyire tudod magad beleképzelni egy spanyol anyanyelvű szerepben? Hát könnyen, mert megy. De vannak a való életben is családi háttereid, ami segít ebben? Persze, hát én nagyon sok ilyen ismerősen vagyok összevonva, például kubaiakkal, vagy ilyesmi, és hát szórakozni is így vagyunk kubaiakkal. Te eredetileg milyen származású is vagy? Kubai és félig venezuelai. Hozzád fordulnék megint, Eszti. Mennyire fekszik neked ez a szerelmi szál, ami így a sorozat végén kibontakozik tulajdonképpen? Hát nem mondom, hogy nem tudom, számítottam rá, tehát furcsa volt, úgyhogy hirtelen, így én sem értettem, hogy most ez így összejön, nem tudom, de kíváncsi vagyok, mi lesz folytatás. Hogy érted, hogy nem számítottál rá? Hát, hogy egész addig nem volt róla szó, hogy nekem bármi közöm lesz a vendéhez, és akkor úgy hirtelen jött, hogy fogja meg a kezét. És ez frusztrált téged, negatív érzésekkel töltött el, vagy inkább egy kicsit azért mégis örültél neki? Hát, nem tudom, nincsen semmi olyan vendég, vagy nagyon bírom a vendét, tehát ez egyértelmű, de úgy, mint hogy én elképzeljem magamat vele, az úgy nem nagyon. És a szerepedhez szerinted illik a benne, mint barát? Hát karakterre igen, de úgy ha a kettőnket összeállítom, és úgy nem gondolom. Tehát a való életben nem? Nem. És te szeretnél majd, Paola, jövőben szerelmi szállat a sorozatban? Hát a sorozatban persze, ott lehet, de ugyanúgy igazából nem, mert van valaki. Ez lett volna a következő kérdésem, de te még nem válaszoltad meg ezt. Nem, nekem nincsen senki. Akkor a fiúk most örülhetnek nagyon. Milyen volt a pizza? Milyen ízű volt? A pizza az ananászos volt, és nem volt benne semmilyenféle fajta drog, vagy akármi, de finom volt, csak én akkor már nem kívántam kifejezetten, mert előtte már benyomtunk egy párat. A pizzából? Igen, a pizzából. nem másfajta szerekből. Nem abból nyomtatok. Nem olyan kérekkel, nem. Nem. És te, Paola, te mit szólsz ahhoz, hogy egy tesi tanát le lehet kenyerezni pizzával? Hát valójában lehetne szerinted? Hát szerintem nem. De ha igen, akkor megteszem. Gondolkodtatok esetleg azon, hogy az igazi tesi tanáratokkal ezt megjátszátok? Nem. Bár lehet, de nem. Szóval kétfajta végleg, vagy nagyon kiborulna, vagy röhögne rajta. Nem biztos, hogy megmenni. És mit gondoltok a rajongóitokról, akik százaival írnak nektek biztosan? Hát százaival azt azért nem mondanám, mert még ilyen szinten nem tartunk, de
volt már egy igen rámügyetek, és megkérdezték, hogy te szerepelsz ebbe a YouTube-os dologba, és akkor mondtam, hogy hát igen, utána elhívott, de nem visszatérültem, igen. De azért jó érzéssel töltött el. Persze, hogy jól esett, nagyon jól esett, igen. A sztár élettel hogy álltok? Tehát mit gondoltak arról, esélyes esetleg a jövőben, hogy titeket majd körülugrálnak, körülrajonganak majd? Szerintem igen. Kötelen, szerintem igen. És élveznék? Aha, én igen. Te ilyen sztár alkatnak képzeled magad? Nagyon. Hát én, ahogy már mondtam, már írták, hogy én szeretem, ha vesz a kamera, vagy ilyesmi, szeretem fotózkodni, meg ilyenek. Én ezt így élvezném. És mi lenne a legdurvább jelent, amit bevállalnátok még? Hát, én nem vállalnám be, de nem ezt nem vállalnám be. Például valakit megcsukolni, vagy ilyesmi. Ezt itt lehet, hogy a következő részben sor fog kerülni erre bennével. Mit szólnál hozzá? Hát nem mondom, hogy kifejezetten örülnék, de mivel ez a dolgom, ezért megcsinálnám.